Szép jó estét kívánok! Évértékelő beszélgetéseink sorában köszöntöm kedves nézőinket, vendégem Törő Gábor országgyűlési képviselő, tisztelettel köszöntöm. Fejér megye, a Mezőföld szívében Fejér megye a 2. számú választókerületének képviselője 2010 óta. 29 település, csak nem 70 ezer állampolgára bízhat abban, hogy mit tesz képviselő úr. Én azt gondolom, hogy ez az esztendő függetlenül a koronavírus járványtól egy rendkívül sikeres esztendő volt a megye számára, és a 2. számú választókerületre nem különben. Egy kicsit hasonlítanám ez ahhoz, hogy az összefogás eredményt hozott, illetve azok a kormányzati intézkedések, amelynek mentén a Székesfehérvár, illetve a Szűkenvet agglomeráció és a vezete, illetve a többi település is fejlődött. Hiszen számtalan olyan program volt, amelynek ön részese volt, előmozdítója, segítője, és hát ez meg is valósult. Előtte azonban egy kicsit beszélgessünk a parlamenti munkájáról, hiszen a Törvényalkotási Bizottság tagjaként nagyon-nagyon fontos pillanatokat élt meg ebben az esztendőben is. Köszöntöm én is a televízió nézőket, köszöntöm szerkesztő urat. Azt tudom mondani, hogy 2018 óta a Törvényalkotási Bizottságban dolgozom. Ez a legnagyobb parlamenti bizottság, 37 főből áll. És igazából, ha valamely szakbizottságnál módosító javaslatok jönnek be, akkor azt mindig megtárgyalja a Törvényalkotási Bizottság, csak úgy menhet be a végszavazás a parlament elé. A Törvényalkotási Bizottság munkája az szinte naprakésznek kell, hogy legyen. Hetente ülésezünk, sokszor többször is, mert hisz módosító javaslatok mindig vannak. Azt tudom mondani, hogy szinte nincs olyan törvényt, amit nem látnánk, mert nagyon ritka az a törvény, amelyhez nem jön törvénymódosítási javaslat, és bizony az ember jelentős idejét a bizottsági munka is ezáltal lefoglalja. Független attól, hogy fejlett Fejér megye, illetve a 2. számú választókerület, én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányzat munkájától az első pillanattól kezdve tisztában lehetünk azzal, hogy olyan programokat alakítottak ki, amelynek mentén minden egyes település, én összeszámoltam, úgy nagy vonalakban több mint, tehát itt a 27-29 településről beszéltünk, amely az ön választókerületéhez tartozik, és hát nyilvánvaló, hogy néhány település azért kiemelt jelentőséggel bír, ebben benne van Székesfehérvár, élőhelye, szülőhelye, Mór, is nagyon-nagyon sok jelentős beruházással bírt, de rengeteg olyan program volt, ami megdobogtatja a szívünket, mégpedig azért, mert jó ránézni. Tehát ezzel én az ön Facebook oldalán szembesültem, hiszen nagyon sokan látogatják, nagyon sok elismerést kap ez az oldal, mégpedig azért, mert hitelesen közvetíti a mindennapok történéseit. Egy kicsit menjünk ebbe bele. A legfontosabb számomra, hiszen mi magunk is nagyon sokat jártunk, mármint a Fehérvár Televízió, hiszen a terület és település fejlesztési operatív program keretében rengeteg település kapott olyan beruházást, ami megkönnyíti az ott élők életét. Hát azt tudom mondani, hogy szerencsés vagyok, mert hisz a megyeszéke is választókerületemhez tartozik, és aztán van egy 15 ezres település Mór, illetve van még egy város Polgárdi, és a választókerületem elnyúlik egész a Vértes szélétől, Pusztovántól, közel a Balatonig, mert a Balaton fülétől 7-8 kilométerre van. Tehát egy nagyon hosszú választókerületről van szó, és igazából ezt bejárni egy komoly terepmunkát igényelt. Terepmunka volt az is, amikor felmértük, hogy igazából melyik településnek mire van szüksége. Egy ilyen aluló építkezés volt, és még megyei elnök koromban figyeltem arra, hogy ez a választókerület, de egész Fejér megye olyan javaslatokat tegyen, fejlesztési javaslatokat az asztalra, amelyet tovább tudunk vinni a kormányzat fele. És azt kell, hogy mondjam, hogy szándékosan figyeltem is arra jó magam a lobby tevékenységeme, hogy ne legyen olyan település, amely a top forrásokból ne részesüljön. Ugyanez vonatkozik a Magyar Falu programra is, de a top forrásokból is szinte minden település részesült valamilyen formában, és arra, amit ő előre fejlesztési javaslatként megfogalmazott a minisztériumok fele, a kormányzat fele. Ugyanez vonatkozik a Magyar Falu programra is, hiszen
tudomásul kell vennünk, hogy ma már lobbizni egyszerűen kötelesség. Tehát semmiképpen nincs mögötte egy ilyen kesernyi és bármiféle elítélő gondolkodás, hiszen gondoskodó tisztelettel kell ezt tenni, és akkor sikereket lehet elérni. Milyen volt a Magyar Falu Program eredményei az idén? Hát a lobbizásról szólva én azt gondolom legalábbis a saját munkámról mindenképpen, hogy a képviselői munkakörnek az egyik fontos része az, hogy lobbizon a családokért, lobbizon a településekért, és ezt a munkát végzem most már 10. éve. A Magyar Falu Program nagyon pozitív hatással van, tudni kell a Magyar Falu Programról, hogy az tisztán magyar állami forrásból működik, tehát nem EU-s forrásról van szó. A kis települések, ugye ezek az 5000 fő alatti települések, a 29-ből 26 ilyen település az én választókörzetemben, több mint 400 millió forintos támogatást kaptak orvosi rendelő felújításra, orvosi műszer beszerzésre, óvoda felújításra, óvoda játszóterek felújítására, kultúrház, polgármesteri hivatal felújításra. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy abban segíti legjobban a kis településeket, hogy egy élhető kis település jön ezáltal létre. És hogy erre példát is mondjak, 2010 környékén mondjuk Jenőbe volt 12 eladó családi ház, most jelen pillanatban egy sincs, mert szívesen mennek a falura, mert van ellátás, tudnak ott élni az emberek. Nyilván a következő lépés az lesz, hogy a 50 éve fel nem újított alsórendű utakat is megcsináljuk, és valóban akkor az egész megyére járható lesz, és élhető települések hálózata jön létre. De tudok egy másik példát mondani, mondjuk Bakonykutit, amelynek a létszáma a 2010-12-es években 106 fő volt, már a léte is veszélybe került, és jelen pillanatban Magyar Falu Program top forrásoknak köszönhetően, a családvédelmi programoknak köszönhetően, a csoknak köszönhetően 176-an lakják. Igen. Tehát óriási előrelépés zajlott a vidéken. Felerősödött a települések, kis települések lakosság megtartó ereje. Azt gondolom, mind a top források, mind a Magyar Falu Program ezt a célt szolgálja, és hatékonyan. Igen, hát ebben a kérdéskörben ugye mi is tapasztaljuk, hogy Székesfehérvár agglomerációs övezetében, tehát Úrhida, Szabadbattyán, Tácz, Sárszent Mihály, Óber Andrea, a polgármesterasszony kiváló munkájának köszönhetően egyre inkább vonzó. És ez így van persze lefelé, de az mindig is úgy volt, hogy a Velencei tó környéke, de az egy másik történet. Bakonykutiról meg annyit, hogy eddig ugye Miklós Erikának köszönhette a hírnevét, de most már mi is tapasztaljuk, hogy ott is a remek polgármester és az ő munkájának köszönhetően egyre többen találnak otthonra. És ez jó. Ugye a kis településekről beszéltünk, és azért szeretném megkérdezni, hogy hiszen 8 esztendőn át a Fejér megyei közgyűlés elnökeként ez egy siker történet volt, két teljes választó idő volt az, tehát 2x4 évet, és ugye 2010 óta országgyűlési képviselő, akkor még lehetett párhuzamosan ez a kettő. Ez mennyit segít abban, hogy tisztában van, tudja a Fejér megyei vidéki települések gondjait, problémáit? Alelnök voltam egy ciklust is, és másik ciklust pedig elnökként, de alelnökként és elnökként is azt tudom mondani, hogy akkor is már elvégeztük azt a munkát, hogy szinte Fejér megye minden településén jártunk. Ráadásul a Fejér megye önkormányzatnak rengeteg intézménye volt még akkoriban, 36 intézménye volt, és az miatt is jártuk a településeket, gyermekvédelmi intézet, demenciás betegeknek az intézete, vagy Csokakömb autista intézet, és már akkor megismertük a polgármesterek véleményét, és ők kérték azt, hogy egy olyan jellegű építkezés zajoljon le a fejlesztések során, amely igazából az ő javaslatikat építi be az országos fejlesztési programba, és ezáltal én ezt akkor is képviseltem, és azt kell, hogy mondjam, képviselőtársaim is, Teszeli Zoltán, Varga Tamás, még akkor Dorko Talajos, Varga Gábor, mindenki egyformán úgy gondolta, hogy az a jó módszer, hogyha egy alulról építkező elképzelés van, mert hisz akkor a helyiek akarata jelenik meg
a közgondolkodásba, és ez látszik a mostani állapotok szerint, hogy ez egy jó irány. Igen, jól néz ki ez a megye. Egy kicsit menjünk el a városokhoz, hiszen a Modern Városok program keretében Székesfehérváron, Móron és Polgárdiban is nagyon sok beruházás valósulhatott meg. Hát Székesfehérváron felsorolhatatlanul sok, hála Istennek teszem hozzá a jelen pillanatig, hiszen az elmúlt időszakban is még a kórház parkolót adtuk át nem olyan régen, de az egész esztendő ennek jegyében telt, és itt azért közbevetem, hogy függetlenül a koronavírus járványtól, mert azért a fejlesztések nem álltak meg. Így van. Azt tudom mondani, hogy Székesfehérvár Fehér megye fővárosa, tehát, és volt már valamikor Magyarország idézőjelben lett fővárosa is Szent István királyunk időszakában, tehát a megyejogú város azt gondolom komoly fejlődésen ment keresztül. Ne felejtsük el, hogy az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye NATO kórházként is itt van Székesfehérváron, és hát ha megnézzük, azok a lehetetlen helyzetek szép lassan oldódnak fel, hogy lehessen parkolni egy ilyen hatalmas intézmény környékén, de ugyanúgy be tudnám ezt mutatni a Sóstó környékként is, mert hisz megépült az új stadion, rengeteg parkolóval körülötte, ami nagyon fontos. A Sóstó rehabilitációja is megtörtént látogató központtal, ami szintén ott helyezkedik el, ezáltal a Székesfehérvárnak a tüdeje is változott, ha úgy tetszik. Tehát mind olyan fejlesztések történtek Székesfehérváron, különböző sporteszközök, sportparkok, kerékpárutak építése, az itt lévőknek a lakhatási kedvét növeli, az esztétikailag egy olyan városkép alakul ki bennük, hogy nem elmenni akarnak, hanem idejönni akarnak. Azt gondolom, hogy amikor egy megyejogú város, egy megye központ ilyen iparterülettel rendelkezik, mint Székesfehérvár. Nagyon fontos, hogy a képzett munkaerőt itt is tudjuk tartani, ne csak ide jöjjenek. És nagyon fontosak ehhez az utak. Ezt külön szerettem volna külön fejezetben beszélni erről, hiszen megújult az úthálózat Fejér megyében is, és ez nagyon-nagyon vonzó, én azt gondolom, a különböző vállalkozások telepítésének is, hiszen jószerivel ugye Budapest központú minden, tehát a vízfej ott van, ha tetszik nekünk, ha nem. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy Mór, Székesfehérvár és általában a Fejér megyei városok környékén nagyon komoly ipari bázisok épültek. Ehhez viszont utak kellenek, és azt hiszem, hogy itt a 29 településen erre nem lehet okunk panaszra. Azt tudom mondani, hogy több irányból lehet ezt megközelíteni. Egyrészt maga a megyeközpont Székesfehérvár az M7-es autópálya mellett van, és nyilván a városvezetése és az országgyűlési képviselők is azon dolgoznak, hogy a megye székhely minél könnyebben elérhető legyen. Ráadásul rengeteg intézmény, egészségügyi, oktatási intézmények szintén a megyeközpontban van, ezáltal az utak nyilván, hogy abban segítenek, hogy ezeket is el tudjuk érni, és akkor, amit szerkesztő úr is mondott, a gazdaság is az úthoz van kötve, ezáltal kénytelenek vagyunk, lehet, hogy ez rossz szó is, de fejleszteni kellett úgy az úthálózatot, hogy mind a gazdaság, mind az oktatás, mind az egészségügy működőképes legyen, sőt, ennek a működőképességének a fejlesztésén kell, hogy dolgozzunk. A Magyar Falu programban az úthálózat építése egész megye szintén nagyon jól zajlik, itt általában négy számjegyű utakról van szó. Zajlik a fejlesztés a 81-es útnak a környezetvédelmi tanulmányterve most készül le. Én bízom benne, hogy kialakul egy olyan tengely, amely Győr, Komárom, Kisbér, Mór, Székesfehérvár, Dunajváros, Kecskemét tengely. Ha ezeket a neveket felsoroltam, akkor már látjuk azt, hogy olyan ipari bázisok kerülnek összekötésre, amely a gazdasági szempontból azt gondolom, hogy minden munkavállalónak is jót tesz, mert hisz, ha gazdaságilag össze vannak kötve ezek a városok, akkor az embereknek biztos, hogy van munkájuk, még úgy is, hogy mondjuk itt van a gyakunkon egy Covid járvány, mert ne felejtsük el, ha munka van, akkor minden van. Így van. Egy kicsit menjünk haza, hiszen a humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében, illetve számtalan olyan móri program, többek között az Uszó Nemzet program, olyan jó volt ezt olvasni annak idején, hogy Mór is bekerült, de menjünk egy kicsit, hiszen nagyon fontos, hogy egy megyének ne csak egy vízfej legyen, Székesfehérvár a volt királyi város, hanem olyan városok vegyek körül ezt a megyét, ahol
ahol egy igazi agglomerációs központok alakulhatnak ki. Hát Mór ilyen volt mindig, és az ön vezetése alatt folyamatosan fejlődik, hála Istennek tegyük hozzá. Most már nem csak bornapok van, hanem egy csomó minden olyan, és ráadásul megtelepedtek különböző olyan iparok is, amelyek szintén fontosak. Hogy sikerül évről évre fejlődniük? Azt tudom mondani, hogy ha közmondást mondanék, akkor mondanám azt, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, és hát mint Móriként igyekeztem hatalmas erőket összpontosítani arra, hogy a szülőföldem, szülővárosom Mór is fejlődjön, ne csak a többi település. Bár a móriak azt mondják, hogy túl sokat foglalkozom a többi falvakkal, Székesfehérvárral, ott meg azt mondják, hogy túl sokat foglalkozom Mórral, és lehet, hogy ez így van jól, mert ha mindenhol látnak, akkor látják azt is, hogy az ember dolgozik. Dolgozom együtt a polgármesterekkel. Azt gondolom, hogy kiváló munkát tudtam velük kialakítani. Mórnak megvan egy fekvési helye, ugye a Vértes és a Bakony között fekszik, eleve az megadja a maga státuszát. Borvidék, nagyon jó gasztronómia hely, kiváló idegenforgalmi szempontból is, és mindenféle fejlesztési szempontnak meg tud felelni. Így tudtunk fejleszteni a kerékpárutat, Mór, Csókakő, Csákberény, Gánd fele, így fogjuk most van az alapkőletétel fejleszteni a kerékpárutat Bodajk, Fehérvár, Csurgó fele, és ez a kerékpárút össze lesz kötve, akkor már egy turisztikai célpontot, ha szemléltetni akarom, akkor meg is tudunk jeleníteni. De az egész Mór, mint kisváros, mint városközpont meg tud úgy jelenni az ott élők és az oda látogatók szemébe is, amely példát tud mutatni abból, hogy kell felépíteni egy 14.000-es, 15.000-es kisvárost. Azt tudom mondani, hogy igazából az ott élők nem is veszik észre úgy a fejlődést, mint akik a bornapok alkalmával vagy más rendezvények alkalmával évről évre ide látogatnak, és minden évben azt mondják már megint mekkorát fejlődött. Igen, mert élhetőnek látjuk. Igen. És hát ugye nem egy nyüzsgő város, de mégis megvan minden olyan szerkezeti része, szerkezeti eleme, amely az ott élhetőséget segíti. Ilyen az uszoda, az egészségügyi ellátórendszer, az oktatási rendszer, lehet horgászni, vadászni, kirándulni, szőlőt szüretelni. Én nagy örömmel olvastam, hogy és jönnek az ötletek, amelyek megvalósíthatóak, és szintén Mórhoz kapcsolódik, hogy kerékpárút lehet a buszpályaudvari melletti régi vasúti pályából, ugye ez lesz a jövőre megvalósuló Bodajk-Mór, illetve Mór-Csókakő, ez a tervezett nyomvonal. Tehát ez egy pozitív változás mindenképpen, és nem véletlen, hogy hadd idézzem önt egy decemberi bejegyzését, ahol Orbán Viktort citálja, hogy összességében, mert azt hiszem ide illik ez a gondolat, hogy összességében nincs semmi túlzás abban, ha azt mondjuk, hogy győztünk, mert keresztül vittük, hogy olyan nehéz időkben, mint a mostani járvány, nem szabad a gazdasági támogatásokat politikai feltételekhez kötni, egyszerűen azért, mondja a miniszterelnök úr, mert ezek hátráltatnak bennünket a gyors cselekvésben. Azt hiszem, hogy az ön képviselői pályafutására is abszolút jellemző ez, hogy a kettőt nem szabad összekötni, mert a gyors cselekvés hozza meg az eredményt. Hát igazából ebben végeztünk egy kutatást is, ez volt a nemzeti konzultáció, amikor az emberek azt mondták, hogy menni kell a gazdaságnak is, és ne álljon meg az élet. Ezt a kettőt a járvány idején is össze kellett hangolni, és össze is fog kelleni hangolni, mert hisz most is több 1000 milliárd forint ömlik a gazdaságba annak érdekében, hogy egyrészt munkahelyet tudjunk teremteni, munkahelyet tudjunk megtartani, és a gazdaságot újra tudjuk indítani. Egy kis településen keresztül is mi ugyanezt be tudtuk mutatni, nem véletlen, hogy akár Székesfehérváron jártunk Szijjártó miniszter úrral, amikor különböző cégeknek a támogatásáról adtuk hírt, de ugyanúgy miniszter úr eljött egy 14.000-es településre, Mórra, és ott is be tudtuk azt mutatni, több cégen keresztül is, hogy hogyan lehet munkahelyet teremteni, támogatni annak érdekében, hogy akár a település bevételei, akár az ott élő, ott dolgozó emberek bevételei megmaradjanak, sőt, ne adj Isten, nőjenek is. Ha ez úgy van, és az emberek helyben tudnak maradni, helyben tudnak költeni, akkor azt gondolom, hogy az a település prosperál. Én abban biztos vagyok, hogy az én választókörzetemben szinte mind a 29 ilyen település.
A kormány egyedi elbírálású támogatásai azt hiszem szintén nagyon fontosak. Tehát azok a pályázatokról beszélek, amelyek egyedileg bírálhatóak el. Hogyan sikerül a települések vezetőjét rábírni arra, hogyan sikerül velük együtt dolgozni, hogy ezek az egyedi összegek, amelyek azért segíthetik egy-egy települést, valóban oda kerüljenek. Megtanultak-e a mi település vezetőink az ön segítségével pályázni? Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Sőt, ez a idézőjelbe vett egymás noszogatása, ez kölcsönös. Az első ilyen aktuális feladat volt nekem, mikor Úrhidán egy interaktív táblát adtunk át még annak idején 2014 előtt V. Németh Zsolttal, egy nagyon drága elektronikus számítógépes tábláról van szó, és a legnagyobb problémát azt jelentette az iskolának, a településnek, a polgármesternek, mert akkor mindenki összeszaladt. Egy olyan vályokházban van még a mai napig is az iskola, hogy nem biztos, hogy az a nagyon drága tábla megállt volna benne. És már akkor 2014 előtt mondtuk, hogy ide Úrhidának, mivel folyamatosan nő a létszám, folyamatosan nő a gyermeklétszám, egy új iskola kell, mert lehetetlen körülmények között tanulnak a gyerekek és oktatnak a pedagógusok. És akkor elindult már a gondolat, és most 2010-re értünk oda, hogy most a kormány 78 millió forintot már ráfordít a tervezésre, és ha elkészülnek a tervek, akkor biztosítja a forrást mindegy 1,5 milliárd forintért, hogy egy új iskola épüljön. Ez is azt a célt szolgálja, hogy Úrhida egy élhető település lesz, már az egészségügyi intézményei megújultak, orvosi műszereket beszereztek, az úthálózatuk kiváló, most be fognak adni pályázatot csapadékvizelvezetésre, reményeim szerint, mert erre is lesznek források, és ha Székesfehérvár is nyer vele, mert hisz a munkaerő Úrhidában, be tud járni Székesfehérvárra dolgozni. Ha mai világot nézzük, mikor már majdnem minden családban nem csak egy autó van, hanem több autó is van, akkor ne felejtsük el, hogy Székesfehérvár egyik végéből a másikra sokszor nehezebb odaérni, mint ha egy külső településről ide járok az iparterületre dolgozni. Igen, ez is jellemző, csak ehhez fűzök hozzá, hiszen ebben az Úrhida, Sárszent Mihály, Szabadbattyán háromszögben, mintha egy versengés folyna, mert folyamatosan a polgármester asszonyok, illetve a polgármester Úrhidán újat és újat talál ki, és nem a saját érdekében, hanem az ott élők, ezért ilyen népszerűek, hiszen látjuk, hogy Sárszent Mihály többek között a Masterplusznak is köszönhetően micsoda gazdagsággal dicsekedhet. No, viszont egy kicsit essék szó az országfásítási programról, hiszen láttam egy képet, ahol a lányával láttam képviselő urat. Igen, az Mór volt. Az Móron, így igen. Van. Mert hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos. Ugye azt mondom, hogy a Mezőföld szívében vagyunk, egy olyan agrárövezet a miénk, ahol az erdők békésen megférnek a zöld mezőkkel, és azt hiszem, hogy ez is fontos, hogy az országfásítási programban is fontos szerepet játszik a megye. Ugye Móron volt egy fásítási program, az egy helyi kezdeményezés volt, a Mór Városvédő és Szépítő Egyesület, amelynek jó magam is tagja vagyok, a Vekerle, jövőre lesz a Vekerle, Sándor miniszterelnök úrnak a halálának a 100. évfordulója, és arra egy ilyen Vekerle fasort szeretnénk ültetni. Az egyik fele el is készült, de az adományokból született. De az Agrárminisztériumnak van egy országos programja, ahol 12 ezer fára hirdettek meg pályázatot, ahol a 10 000 fő alatti települések tudtak pályázni, és hát nagyon sok ilyen helyen voltam, ahol nyertek a települések, és ültettünk fát, ilyen volt Füle, 35 vagy 36 fával, Bakoncsernye, Csór, Szabadbattyán, úgyhogy nagyon sok településen zajlott a faültetés, és számomra meglepő volt, hogy az emberek mennyire felálltak ez mellé. Én csak gratulálni tudok minden polgármesternek, hogy jóval többen pályáztak, mint amennyi a nyertes volt, de bízom benne, hogy ez a program folytatódik, mert nagyon ez a jelenlegi klímahelyzet, ami az egész világban uralkodik, az látszik, hogy a legkisebb településen is a vezetőket, a lakókat meg tudja mozgatni, és bármilyen ilyen jellegű program van, elé állnak az ügynek, és társadalmi munkával tevékenyen részt vesznek. Hogy tehát egyre több a helyi kezdeményezés ezek szerint. Így tehát van. Nem csak arra várnak, hogy a polgármester, a térség országgyűlési képviselője, illetve a kormány különböző pályázataiban vehessenek részt, hanem körülnéznek a saját lakhelyükön.
Egyébként egy kicsit a koronavírus járványhoz térjünk azért vissza. Mennyire határozta meg az ön mindennapjait a parlamentben, az önök mindennapjait, hiszen azért láttuk, hogy egy ilyen helyzetet kezelni úgy, hogy nincs mögötte olyan történet, amiből tapasztalatokat gyűjthettek volna, meglehetősen nehéz feladat. Hát nagyon nehéz. Azt tudom mondani, hogy mikor januárban indult ez az év, akkor még úgy gondoltuk, hogy itt pörögni fog a gazdaság, lesz 4-5%-os növekedés, az emberek egyre jobban-jobban és jobban fognak élni. Majd jött a március, jött a koronavírus, az ország teljes leállása, és hát az ember élet mentése zajlott gyakorlatilag. Ráadásul még zajlott azoknak az eszközöknek a beszerzése is, amelyhez az ember élet védelméhez szükség volt. És hát talán ez a beszélgetésünk egy jó apropó arra, hogy köszönetet mondjak minden vállalkozónak, minden önkormányzatnak, akik ebben a munkában részt vettek. Székesfehérváron különösképpen a minden vállalkozás próbálta segíteni. Nekem jött visszajelzés vállalkozóktól, amikor a polgármester úr levélben megköszönte azt az adományt, amelyel segítették a város munkáját a védekezésbe, de ez elmondható minden településről. Azt tudom mondani, hogy ez az összefogás bizonyította azt, mikor, hogy ha baj van az országban, akkor igenis egymásra tudunk kapaszkodni, és az első időszakot, az első hullámot is így tudtuk legyőzni. Én bízom benne, hogy a második hullám is hasonlóképpen fog telni, és ha a jövő évre gondolok, akkor azt gondolom, hogy a gazdaság talpraállítása után évvégére ki tudunk úgy futni, hogy el tudjuk érni a 2019-es év végén. Igen, fejlődési szakaszt. Hát a mindennapokra rányomja a bélyegét, hogy az időskorúaknak, illetve a rászorulóknak igenis jár a segítség, és nagyon-nagyon fontos, hogy a második hullám idején ezt, ahogy az ön is felhívással élt, és tesznek is érte. Én azt gondolom, hogy a jó úton jár. Milyen terveink vannak? Hiszen azt tudjuk, hogy így a koronavírus járvány okán túlzottan nem lehet terveket szőni, de kell, hiszen előbb-utóbb véget ér. Vannak-e olyan feladatai, amelyet a jövő esztendőben kiemelt jelentőséggel bírnak? Én már most az ősszel is olyan egyeztetéseket folytattam, hogy ezt a munkát folytatni tudjuk. Ugye indul az új uniós ciklus. Ugyanúgy a megyék kezébe marad a koordináció a területi operatív programok keretébe. Molnár Krisztián elnök úr leveleket is küldött minden egyes önkormányzatnak, polgármesternek, hogy tegyék meg a javaslataikat, és ez tavasszal el fog indulni, hogy újra lesz pályázati lehetőség, tehát működni fognak ugyanúgy a top források, csak most már a következő EU-s ciklusokra. A Magyar Falu program szintén meg fog maradni, sőt reményeink szerint ki is lesz bővítve. Én azt szeretném, ha minden település megtalálja azt a részt, azt az eszközt, amelyben tud pályázni, és a pályázatot meg is tudja nyerni. Erre kínálom én fel magam, hívjanak, és a hivatkozott szerkesztő úr a Facebook oldalamra megyek is, és hát nyilván, ha valakinek kérése, segítségkérése, vagy együttműködési kérése van, abban együttműködöm, és megyünk együtt közösen, hogy az adott település, az adott régió tovább tudjon menni azon az úton, amit eddig bejártunk, és bízom benne, hogy a gazdaságot is úgy talpra tudjuk állítani, hogy mindenki megtartja a munkahelyét. Az iskolák működjenek, az egészségügy működjön. Én abban bízom, hogy az ország sikeresen le fogja győzni a koronavírus második hullámát is, és egységesen talpra fogunk állni. Képviselő úr, ön ugye elmúlt már karácsony egy gyönyörűséges Szabó Magda gondolattal köszöntötte az állampolgárokat itt Fejér megyében. Engedje meg, hogy ezt idézzem búcsúzóul. Karácsony estén nem volt csilingelő csengő egy zárt ajtó mögött, amely felhívott volna a megvilágított fára. Ott voltam, amikor édesanyám meggyújtotta a gyertyákat és a szikrákat. Láttam, hogy milyen inertárgyak, papír, ezüstfonal és üveggolyók ünnepet születtek egy feldíszített fa megvilágításai közepette. A család, a családunk a biztonság ünnepét. Így fogalmazott Szabó Magda, ezt üzente ön nekünk. Én azt kívánom, hogy ezek a gondolatok karácsony után is érvényesek legyenek, erőt, egészséget és boldog új évet önnek, családjának és minden választópolgárnak. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Köszönöm szépen a felolvasást, és rögtön a 86 éves édesanyámat juttatta eszembe. Meg kell, hogy mondjam, hogy meglátogatni is alig merem, mert hisz
a feladat most is az, hogy vigyázzunk az idősekre, vigyázzunk egymásra, és hát győzzük le ezt a második hullámot. Köszönöm a tévénézők figyelmét. Köszönöm. Boldog szépen. Új esztendőt szeretnék kívánni mindenkinek. Köszönjük szépen önnek is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Évértékelőnkben Törő Gábor országgyűlési képviselő volt a vendégünk. Önöknek is minden jót, mindnyájuknak. Viszontlátásra!